Kedves gyerekek, óvónénik, tanítónénik és bácsik, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Annak is igazán örülünk, hogy ilyen szépen süt, mosolyog ránk a nap. Bízunk benne, hogy a nap folyamán ez a mosoly és jó kedv végig kísér bennünket. Azért hívtunk benneteket ide, mert ti hamarosan iskolások lesztek. Ki várja már az iskolát? Jaj, hát ennek nagyon örülünk. El fog jönni hamarosan, addig még lesz egy tél, egy tavasz, egy nyár, és amikor ismét ősz lesz, és ilyen szépen süt a nap, akkor már nem óvodások, hanem iskolások lesznek. Ez egy suliváró sportnap, ahová nagycsoportos óvodásokat hívtuk meg. Ez már 12 éve minden évben, október hónapban megrendezzük, nálunk a Petőfi utcai alsó tagozaton. És örömünkre szolgál, hogy minden évben az óvodák elfogadják meghívásunkat, és igen szép számmal megjelennek itt a nagycsoportosok. A mai napon is közel 150-en érkeztek. Minden óvoda megjelent, kivéve a Hunyadi téri óvoda nem tudott sajnos már itt lenni, mert az épületeket újítják. Évről évre azt tapasztaljuk, hogy rettenetesen örülnek ennek a napnak, és jól érzik magukat. Nap végén jutalmat kapnak, és hatalmas élménnyel gazdagodva térhetnek vissza. Én azt gondolom, hogy otthon biztos elmesélik azt, hogy milyen jól érezték magukat, milyen sok-sok szép jót láttak, milyen ügyes tanítónénikkel, bácsikkal találkoztak, és én úgy gondolom, hogy ez is befolyásolhatja szülőket abban a döntésben, hogy minket választanak szeptembertől. Mai nap a cirkusz világába hívtuk a gyermekeket, e köré építettük a feladatokat, oroszlánként tűzkarikán ugorhatnak át a gyermekek. Ki az, aki látott már kötéltánc? Tudjátok mondani, hogy hol egyensúlyoznak a kötéltánc? Kötéltáncos iskolát járhatnak ki. Célba dobhatnak, bohócot etethetnek, halacskákat horgászhatnak. Minden csoportról egy fotó fog készülni, amit emlékül minden gyermek hazavihet. Tavaly évben is úgy csináltuk, hogy a suliváró sportnak témaköré építettük a tavaszi játszóházunkat, és olyankor már a gyerekek, tehát úgymond otthonosabban érkeznek, érzik magukat nálunk, mert ugye tudják, hogy mi milyen jó kalandban lesz részük, tehát tavasszal is cirkuszba várjuk majd őket, és úgy gondolom, hogy örömmel és minél többen jelen lesznek. Minden évben izgalmas a beiskolázás. A jövő tanévtől 3 első osztályt szeretnék indítani, és nagyon nagy szeretettel és örömmel várunk minden leendő elsőst, aki hozzánk szeretne jönni.